Mindannyian Istentől kapott feladattal jövünk-e világra, amely különböző mértékben ugyan, de az üdvözültség állapotában is folytatódik. Különösen példaértékű ez a szeplőtelenül fogantatott Istenanya személyében és tevékenységében. Szűz Mária ugyanis az idők teljességében történt igényén, a megtestesülésen keresztül, a Szentfia halála és feltámadása által kieszközölt megváltáson át, tovább követi az egyház útját, az emberiség útját, egészen a végső parúziáig. Aki az Istenanya megváltás segítő szerepét figyelmen kívül hagyja, nem képes igazán megérteni az emberiség megmentésének szeretetből fakadó isteni tervét. Mindebből következik, hogy az Istenanya megváltás segítő lélekmentő szerepe a történelem folyamán helyettesíthetetlen, s mindez Isten akaratából történik. Mária nagy lelkűen és fenntartások nélkül állt és áll e magasztos feladathoz, és soha nem vonakodott. Soha nem adta fel, hogy szerető anyaként gondoskodjon a fia által megváltott gyermekein. A keresztény embert ez mindenképp nagy vigasszal és bizalommal kell, hogy eltöltse. Annál is inkább, mert az idők végének közelettével a sátán harca egyre vadabb és erőteljesebb, és történelmi mértékű küzdelmet folytat minden egyes lélekért. Ebből a harcból pedig részt kell vállalnia a küzdő, a szenvedő és a megdicsőült egyháznak egyaránt. Az ember rövid életének tétje ugyanis kimondhatatlan. Bizalommal megvívni a jó harcot, s így elérni önmaga és embertársainak örök boldogságát. Szűz Mária igyekezete, hogy Isten akaratából és erejéből leleplezze a bűn szerzőjét, és segítségünkre legyen örök életünkért vívott küzdelmünkben. Jól lehet az ördög tudja, hogy örök vesztes, mégis minden módon megpróbál lelkeket gyűjteni maga köré a kárhozatba. A keresztény ember nem hagyhatja, hogy az ellenséges erők föléje kerekedjenek, ezért Mária segítségével, Szent Fia zászlaja alatt állandó harckészültségben kell állnia. A szűzanyára kell tekintenünk tehát, és háladó imád zengenünk a mindenható és győzelmes Úrhoz, a mi megváltónkhoz, aki nekünk adta őt, a mindnyájunkat szerető égi édesanyát. Amen.